Az 55-ös számú főút Baja és Pörböly közötti szakaszán az előregedett faállományból a korábbi években több fa dőlt az úttest felé, veszélyeztetve ezzel az arra közlekedőket. A szakemberek az elmúlt időszakban megjelölték azokat az öreg és beteg egyedeket, amelyeket a balesetveszély elhárítása miatt ki kell vágni. Attól függ, hogy milyen irányból érkezik a szél, ezeket a fákat, vagy a fáról nagy ágakat elég messzire el is tud vinni, és ki is tud dönni. És itt is látszik, hogy ugye már van, ami közvetlenül az út mellé dőlt le, tört le, és maga a fán is látszik az, hogy a főút felé nyitott a terület, és a főút felé tud dőlni, meg is van dőlve a fény felé. A Kocsányos tölgy és a Magyar Kőr is mellett az állomány alkotó fő fafajok ezen a területen elsősorban a fehér nyár és a fehér fűz, részletezte a szakember. Ezek lágylombos fafajok, ami szakmai tolvajnyelvünk szerint, és ezek a fajok ezek nagyon érzékenyek a gombakárosítókra, és előregedve nagyon könnyen kidőlhetnek. Ezek itt ezen a szakaszon, ez mind 50 év fölötti, ahol éppen állunk, ott az 70 év fölötti korú az erdő, és hát elég sok spontán kidőlés van ebben az erdőterületen, és ha rossz a szélirány, akkor akár az útra is ki tudnak ezek dőlni. Az erdőgazdaság a kitermelt faállományt pótolni fogja. A ZRT őshonos fafajokkal természetes erdőfelújítást tervez, amelyet mesterséges módszerekkel egészít ki abban az esetben, ha a természeti folyamatok kedvezőtlenül alakulnának. A kitermelési munkálatok két ütemben valósulnak meg. Először március közepétől április végéig, majd szeptember elejétől október végéig dolgoznak majd a szakemberek.